Reggel elbontották a kordont a bejáratnál 2-től, tehát birtokba vehetik az autósok a Vasvári gimnáziummal szemközti, az egykori Garas és Vesztegzár helyén épült ideiglenes parkolót. A 3500 négyzetméteres területet még tavaly ősszel vásárolta vissza az önkormányzat, azzal a céllal, hogy enyhítsenek a vasút környékének parkolási gondjain. A Vasvári mögött található egy ingyenes parkoló, amit most már hosszú ideje használhatnak a lakók, de ennek a terítettsége is folyamatosan nő. Jól látszik, hogy egyre többen használják a vasúti közlekedést arra, hogy Budapestre vagy más irányba menjenek innen Székesfehérvárról az itt élők, és ezért nagyon fontos az, hogy újabb és újabb lehetőségeket nyissunk a parkolásra, és ami nagyon fontos, hogy ingyenes lehetőséget tudunk biztosítani most itt a régi volt Garas helyén épült parkolóval, ami egy ideiglenes parkoló. Addig lesz erre szükség, amíg meg nem épül az a parkolóház, amely későbbiekben aztán megoldja teljesen azt a problémát, amit itt a parkolás okoz ezen a környéken. Ez a parkolóház azonban az intermodális csomópont projekt részeként épülhet majd meg, tekintve, hogy ez a projekt a gazdasági nehézségek miatt jelenleg áll, úgy tűnik sokáig parkolóként funkcionál majd ez a szóban forgó terület, ahol a városgondnokság az évelején kezdte el a kivitelezést, mostanra végeztek, egy 100-110 férő helyes ideiglenes parkolót alakítottak ki. Ez nettó 37 millió forintból épült, és körülbelül 100-110 férőhelyes. Ugye ezt azért nehéz megmondani, mert nincsenek felfestve, mivel murvás a felület, nincsenek kirejölt burkolati jelek. A parkolónak egyetlen bejárata van a Kaszap István utca felől. Az autósok itt tudnak ki- és behajtani az ingyenes parkolóba 2-től.